Rise and shine! Jó reggel! Mit eszel? Rizskását, fehérje forra, egy rúgai jelés banánnal. Wow. Szervusz! Úristen, de álmos fejem van, te jó ég! Elindultunk az első bevetésre, ami nem más, mint hogy nekem szerzünk egy energiaitat. Mert nem lehet előtte nap megvenni, ez a reggeli progla. Igen, meg reggeli beszéd, hibák. Az az igazság, hogy úgy vettem múltkor, amikor voltam a spárba, hogy lett volna, de tegnap édesanyja megkérdezte, amikor kimentünk a tanyára, hogy az utolsó burnt megihatja-e. És én azt mondtam neki, hogy igen. Micsoda, hogy fáldozó gyermek vagy. Yeah. Let me see, it's open. Whee! Igazad van a kutyákat és a kurvákat sem feltettük bal oldalt. Jó reggelt! Szóval, csak hogy tudjátok, 11 fok van, úgyhogy a kabát határozottan indokolt. És 8:30, wow! Mondtam, hogy 7:30 van. 7:30 van. 8:30-et mondtam. Látszik, hogy fáradt vagyok? Jöttünk edzeni. Kis testvéremmel külön járunk. Édes ilyen nem ugyanabban a teremben jár, mint egy merő túlmenő. Úgyhogy... Hétfő tökéletes, hogy lábnak hoz. Nem őszinte a mosolyod. Csak így ilyen gyorsan kép. Dan! De kár, hogy ezt nem láttad. Mit csináltál? Mission Impossible? Nem fogja megmutatni. Direkt azért se. Nagyon fáj a mancsom, de nagyon jót edzettünk. És mivel Sanyinak nagyobb szettjei vannak, így később végez, úgyhogy nagyon komoly nyújtást is tudtam tolni. Most meg próbálok beülni, mert esik az eső, megyünk haza reggelizni. Második reggeli. Igen. Megyünk haza második reggelizni, utána indulunk tanyára. Szóval, telómat felraktam költ. Úristen, tölteni, de közben csinálok kávét. Nem vagyok most éhes, úgyhogy én a második reggelit kihagyom, úgy döntöttem. Viszont kávé az kell. Legjobb. Legjobb. Legjobb az? Yeah. Láboztam, és így is remeg a kezem. Ez mi? Ciniminis. Ciniminis. Diéta közben. Tömegelés. Ó, tömegelsz. Értem. És mennyi ciniminis teszel meg egy táplálkozásra? Meséld el. 150 gram. Mekkora tálba van ez? Bent vagyok a tanyában, és innen hallom azt az irtózatos vérnyugást, ami az istállóban folyik, ugyanis ma
Maradj már csendben, olyan hangos vagy. Az csodaszép. Ja. Oh my. Hi baby. Wow. Wow. Gyere mama, cici, cici, cici. Itt a mama. Nem viszed el. Na mi van? Mi van? Most ettél. Most ettél és belemásztál a kajába. Jaj. Kis cica közben vlogol. Yeah, I know. Elászunk, mint az állat. Megyünk, oké, gyors update. Szóval mostanra, Jézus, hogy néz ki a hajam is. Szóval a lényeg az, hogy mostanra mindennel végeznünk kellett volna, viszont Sanyinál van egy csikó belomagláson. Próbálok szépen fogalmazni, rapid idő alatt kellene ezt meglépnie, és vártunk a tulaj ékra 2,5 órát, azt hiszem, és közben elkezdett szakadni az eső is, úgyhogy el is álltunk, és nagyon éhesek is vagyunk. Megyünk először a céghez, felvesszük a csomagomat, ami érkezett, utána hazamegyünk, eszünk, és én jövök vissza. Nem tudom, hogy Sanyi aztán jön vagy marad, de nekem ez a terv. Melyiket ennéd meg? Arra mutatott. Bármi, ami fánk, az jöhetne. Majdnem elmaradtam ám a videózással, mert ilyenkor van az, hogy valami elvonja a figyelmem, és elfelejtem, hogy videóznom kellene. Sanyi éppen készíti a székemet, ugyanis olyan jó dolgom van, hogy főz rám a kis testvérem. Szerintem amúgy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy minden nap Sanyi csinálja a kajámat, úgyhogy el vagyok kényeztetve. És az elmúlt pár napban nagyon-nagyon sok csirkét ettem, úgyhogy ideje valami mást is, úgyhogy most steak készül. Wow! Köszönöm szépen, Sándor! Nagyon éhes vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy meddig tudok várni vele, de egy picit megpróbálok. Jó étvágyat! Muszáj volt bejönnem a benzinkútra, mert totálisan nullán vagyok benzinnel. És a fiatalember olyan korrekt előttem, hogy ha bár két hely van, nem gurult előre, hogy mind a ketten tudjunk tankolni, úgyhogy most várok. Amikor Sanyi megkérdezte, hogy akkor én fogok eltetni, arra gondoltam, hogy dehogy is jövök haza, dolgom van. Én fogok etetni, mert biztos, hogy kint leszek 7 óráig. Az a légypapír mennyire jó ott a háttérbe. Most értem ki a tanyára, gyorsan átveszem a csizmámat, vagy legalábbis viszem magammal. Végeztük. Nem mondom, hogy könnyű volt, de alakul. Következő edzésről megpróbálok videót is csinálni, viszont a kamerámat valahol eldugtam költözés közben, és nem találtam még meg, de igyekszem. Hello baby! Egészség! Gyere már ide! Gyere, indulhatunk ám! Golden hour. Nagyon szép vagy. Wow. Bye. Jövök mindjárt. Mit leskelődsz? Megjöttél? Ugyanolyanok vagytok. Edi bácsi.
Szia!